Orbán Viktor hétvégi évértékelőjében azt mondta, soha nem látott pénzeket fognak a magyar vidékre költeni, és hogy nemzeti bajnokok fogják a magyar élelmiszeripart majd fölzárkóztatni. Hát mi azt mondjuk, hogy nem Észáros Lőrincből csináljanak újra nemzeti bajnokot, hatalmas pénzekkel megtámogatva, hanem a mezőgazdaság valódi problémáit oldják meg. Óriási aszály sűjtött a magyar mezőgazdaságot, 1000 milliárdos kár keletkezett, miközben 50 milliárd forinttal akarják kiszúrni a gazdák szemét. Hatalmas többletköltségük van az energiaárak megnövekedése miatt, és semmilyen kompenzációt nem kapnak a mezőgazdasági termelők. Ezen kívül beszélt az Alföld fölzárkóztatásáról is. Hát nem a kiváló mezőgazdasági területekre kell mérgező akkumulátorgyárakat telepíteni, hanem a magyar mezőgazdaságot kell fejleszteni, az öntözést kéne fejleszteni, és nem pedig a vizet elszívó akkumulátorgyárakat kéne támogatni. A Magyar Szocialista Párt arra szólítja föl a kormányt, hogy ezeket a problémákat oldja meg. Virágzó mezőgazdaságot kell csinálni, jól szervezett, összefogó társadalommal, és nem pedig a kiváltságosok újabb támogatásával.